Hamas Béla gondolatait híres mondatait olvashatják az autósok és a gyalogosok a szabadbatyáni római katolikus plébánia oldalában. A kerítés galéria az iGenerációért Egyesület ötlete alapján valósult meg. Plecser Ádám elnök a megnyitón elmondta, Hamas Béla a 20. századi magyar gondolkodás és irodalom egyik legkiemelkedőbb és máig megkerülhetetlen hatású alakja. Születésének 125. évfordulója tiszteletére számos kezdeményezés és program valósult már meg a tavalyi évben, amelynek folytatása a mostani kiállítás. És arra gondoltunk, hogy Hamas Béla gondolatai abszolút illenek, annyira örök, és annyira mindennapokban beleilleszkedik, és azt gondolom sokat adhat, hogy mi lenne, ha esetleg kiraknánk ide a katolikus plébánia kerítésére, és akkor az, ami eddig a raktárban összetekerve feküdt, az új életre kelhetne. A templom esperes helyettese örömmel fogadta az ötletet, hiszen, mint mondja, Hamvas Béla gondolatai által akár Istenhez is eljuthatunk. Az egyház azért mindig a gondolkodás mellett van, mert a gondolkodó ember az tevékeny emberré tud válni, mert ha a gondolatait megvalósítja, és az igazság ismeretére is el lehet jutni a gondolkodás által, akár Istenhez is el lehet jutni a gondolkodó ember, hogyha gondolkodik azon, hogy honnan is vagyunk, miért is vagyunk. A kiállítás megnyitóján átadtak egy évelő kiskertet is. Összesen 140 növényt ültettek el az önkéntesek. Egyebek mellett őszi zsájában és rózsaszín levendulában gyönyörködhetnek majd a szabadbattyánba érkezők. A kert kialakítását számos munkálat megelőzte. Az első víz lefolyása és a növények jó megeredése miatt fontos, hogy a talaj szint az a mellette lévő talajburkolatnál alacsonyabban legyen. Mi jelen esetben használtunk geotextiliát, ami nem feltétlenül szükséges vastag mulcstakarás mellett, de itt közterületről van szó, és itt nem teljesen érvényesek azok a szabályok, mint a magánkertekben. Itt évelő növényeket ültettünk, szárazságtűrő, rovarbarát. Az elültetett virágok várhatóan jövő nyárra lesznek színes díszei a településnek, a mellette látható kiállítást pedig egészen szeptember végéig lehet megtekinteni.